Először is, szögezzünk le valamit már az elején. Tudom, hogy a hazai fordító műhelyeknek elég durván el tud gurulni a gyógyszere, én ezzel bizonyos keretek között együtt tudok élni, és mivel sok ismerősöm fa viccén edződtem, így bátran mondhatom, hogy viszonylag ritkán lendül ki ez a bizonyos inga. De most megtörtént. A Baby Driver a magyar keresztelő során a Nyomd Baby Nyomd címet kapta, ami amellett, hogy borzasztóan hangzik, teljesen olyan hatást kelt, mintha ez egy pornófilm lenne. Úgyhogy két dolgot kérnék. Egyfelől, amikor otthon tálaljátok, hogy milyen filmre mentek, véletlenül se a Nyomd Baby Nyomd hagyja el a szátokat, mert sem az asszony, sem anyu-apu nem fog neki örülni. Másfelől pedig, bocsássátok meg nekem, de erre a filmre innentől kezdve annak eredeti nevén a Baby Driverként fogok hivatkozni. Lássunk is hozzá. Szerintem az autós filmek műfaját elég jól belakta és Nimbuszát ezzel le is járatta a halálos iramban. Tudom, hogy ezekben a filmekben sokan nem fedezik fel az agysejtpusztítás kultúrkémiai komponenseit, de pusztán azért, mert nem érzitek a gázszagot, attól még rohadtul szivárog az a gáz. Szépen lassan megtanultuk, hogy autóversenyt a vászton ábrázolni látványosan lehet, de izgalmasan nem. És amikor éppen nem atomhülye a film, akkor is bőségesen kínos. És igen, még mindig a halálos iramban filmekről van szó, amik jelenleg ezt a filmes műfajt érdemtelenül uralják és termelnek ki annyi pénzt, amennyit még a Transformers epizódok sem tudnak. Na és akkor felbukkant a színen a Simon Pegg vígjátékok és a Scott Pilgrim rendezője Edgar Wright, és bedobta a Baby Drivert, aminek már azért is örültem, mert legalább próbálkozik. De amikor megláttam Kevin Spacey és Jamie Foxx nevét plusz Hollywood egyre fényesebben ragyogó csillaga, Ansel Elgort is felbukkant a színen, kifejezetten kíváncsi lettem. A sztori nincs túl gondolva. Van egy rablócsapat, és az ő sofőrük, aki hősünk. Ismerős alapok, igaz? Csak Gosling munkájával ellentétben itt nincsenek ítéletnapig tartó lassítások, hanem iszonyú tempó, gyors, klippekbe beillő vágások, és ezt mind megtámogató, tűéles, gyönyörű operatőri munka. A főszereplő szimpátia defektusát az adja, hogy zenét hallgat, de 0-24-ben. A film alaptézise szerint egy gyerekkori sokkot nyom el vele így, de ez később nem kerül érdemben kifejtésre, ahogyan az sem, hogy szíve szerelme közelében miért nincs rá szüksége. Ettől függetlenül a Baby néven futó sofőrünk törleszti adósságát Kevin Spacey felé, akinek szokás szerint mindig van egy utolsó melója Baby számára, aki viszont már szeretne kitörni a mókuskerékből. A Baby Driver egy olyan műfaj kohézió, amire nagyon ritkán van példa a filmvilágban. Az utóbbi időkből talán a Kingsmanhez lehetne hasonlítani, ami hasonló rutinnal cikázott eltérő zsánerek között. Nagyon meglepett már a felütésnél, hogy milyen tudatosan képviseli a film a saját tónusát. Nem csupán nemrest, laza, elegáns, pörgős, feszült vagy éppen gyors lenni, de képes is rá. Wright példaértékűen nyúl ehhez a műfajhoz, és tisztában van vele, hogy ennek a filmnek a célközönsége elsősorban az autós jelenetek miatt fog beülni a moziba, azt is tudja, hogy cserében nem akar az egyenesen át mintájára két lépésre kerülni a túlvilágtól, mert annyira leáll az agya, éppen ezért a figurák baromi szórakoztatóan lettek megírva. Nagyon tetszett a Bonnie és Clyde áthallású duó, Jamie Foxx pedig valósággal fürdik a státuszára kényes pszichopata szerepében, annyira, hogy majdnem leragyog mindenki mást a vászonról. Ezek négyen a közös jeleneteikben körülírhatatlan mekkora pillanatokat szórnak a nézőre. Persze Baby az idő többségében csak zenét hallgat és nem különösebben beszél, cserébe az ő zenéi egyben a film zenéje is. És mivel ő folyton zenét hallgat, így a film alatt is lényegében megszakítás nélkül szól valami lágy vagy éppen feszes track. Ennek az is az eredménye, hogy amikor a zene elhallgat, akkor tudjuk, hogy valami fog történni, de ugyanide sorolnám a zenére vágott akciójeleneteket is. Váltások, lövések, törések, esések. A zene innentől a film szerves részét képzi, és működik a recept, legalábbis Wright keze alatt. Káprázatos. Ebből adódik a film másik trükkje, amikor nem a filmzene fokozza a feszültséget, hanem annak hiánya. Izgalmas ötlet. És persze Kevin Spacey, aki valószínűleg már sosem fog kikecmeregni a House of Cards konspiratív Underwoodjának szerepéből, csak most itt gangsterként rángatja a szálakat, nem az Egyesült Államok elnökeként. Számára éppen ezért a figura inkább rutin munka, mint komoly kihívás, de Spacey alakítását bármikor bármeddig el lehetne nézegetni. A Baby Driver egyszerre fergetegesen szórakoztató, izgalmas, látványos, helyenként véres, de mindenek előtt egy frissítőleg ható újfajta autós mozi. És ezt az újfajta hatást azzal éri el, hogy a Baby Driver... Próbáltam megfogalmazni magamban, hogy mitől működik ennyire a film. Volt egy érzésem, hogy ezt a filmet, mintha már valahol láttam volna korábban. Aztán azon agyaltam, hogy lehet, hogy csak a tempója ismerős a régi heist filmekből, de egyfelől ehhez nem találtam kellő kapaszkodót, másfelől ez nem egy klasszikus heist movie. Aztán rájöttem, hogy nem a zsáner és a filmszegletek az ismerősek, hanem a karakterek érdekesek. A Baby Driver ugyanis szerethető lett. Baby a maga különbségével izgalmas, szimpatikus, és ami nagyon fontos,
emberi figura. Elképesztő, mennyire érzelmes és romantikus film a Baby Driver, meglepő mi. Autós film esetében az érzelmek, mint tényező, ami nem merül ki abban, hogy milyen fontos a család. Nem tudom, nálam ez abszolút betalált. Egy percig sem éreztem, hogy át akarnak verni, hogy olyasmit akarnak lenyomni a torkomon, amitől egy 8 éves is behányna. Ja, itt jelzem, hogy van a filmben egy 8 éves kisrác, hozzáköthető még pár szenzációs pillanat. Szóval nincs értékcsökkent cirkuszi látványosság hatása a filmnek, hanem tisztességesen megdolgozik a néző elismeréséért. Hajlamosak vagyunk az egymást térő folytatások és ismétlések tengerében elfeledkezni az új belépőkről, de ha a közeljövőben csak egynek is adtok esélyt, akkor melegen ajánlom, hogy az ez legyen. A Baby Driver kitette az irányjelzőt és elkezdte befogni a száját mindazoknak, akik képzelőerő vagy ellenpélda hiányában nem tudták elképzelni, hogyan lehet ezt a műfajt máshogy űzni, mint Vin Dieselék tették. Tessék, itt van. Nem tudom, mennyit használtam az elmúlt pár hónapban az év meglepetése jelzőt, de a Baby Driver határozottan az lett. Nagyon kíváncsi leszek, milyen sikert fog befutni a film, én nagyon drukkolok neki, és őszintén gratulálok Wrightnak és a többieknek, hogy egy ilyen igazi nagybetűs mozifilmmel leptek meg minket ebben a tikkasztó kárnikulában. A Baby Driver ismeretében még az eddigieknél is bátrabban állítom, hogy Torettoék Meyer túlizmozott, túlpózolt és mindenek felett túlértékelt majomkodása a saját műfaja szégyene. Aki nem hiszi, annak ajánlom a Baby Drivert. Így kell ezt, kérem szépen. Sziasztok! I'm sorry, ma'am. What the f-